mai nap különleges lesz, ilyet nem nagyon szoktam csinálni. Most nincs operatőröm, viszont eljött velem motorozni Agya Ábris az Ektomorfból, nem tudom miért, az nagy különlegesen, és közben eljött a Szent Benzinkútra, Bámos Mikola az itt van a Börzsöny mellett, aztán összefutottunk egy sráccal, aki közölte velünk, hogy van egy rohadt jó edzőterem, úgyhogy most elmegyünk és megnézzük ezt a nagyon kis edzőtermet, amit a helyi tűzoltóságon belül van berendezve. Hát így szoktak így történni a dolgok, úgyhogy most ebből ez lett. Bíz mindenkinek. 2000-ben voltam Győrben a Nephilim Fesztiválon, ahol tök jó bandák voltak, és imádtam. Egy talán 4 napos fesztivál volt. Lóvég nem volt, ezért szilvafáról szilvát tettünk, tehát valahogy így bírtuk ki azt a 3-4 napot. De a lényeg az az, hogy nagyon jó koncertek voltak, és ott volt köztük az Ektomorf zenekar is. És hatalmas nagy bulit nyomtak, azt hiszem, hogy a... Hogy is mondtam? Nem a Cannibal Corpse volt, hanem a... Hú, segítsetek be! Cannibal Corpse? Ja, Cannibal Corpse, így van, így van. Mindig úgy jut eszembe, hogy a nagy vastagnyakú énekes. És előtte volt valamikor az Ektomorf zenekar a fesztiválon, és hatalmas nagy élmény volt azt látni, hogy mindamellett, hogy imádtam a dalokat, a mai napig is szeretem azokat a régi vonalú Ektomorfot. Nem azért, mert az újat nem szeretem, csak nem mindig követem pont úgy. De volt a Nem engedem című dal, és a Zottyának, az énekesnek ott volt egy ilyen, hát nem biztos, hogy rózsaszín, lehet, hogy pörpülnek hívná, minden, nem tudom, egy érdekes színű gitárja, és abban a gitárban, és azon a gitáron volt egy-két könycsepp a koncert közben. És engem az nagyon meghatott, aztán a végén meghívtam, a buli végén meghívtam a zenekart egy italra. Érdekes volt, akkor még az Otya bátyja is benne volt a bandába, hogy mindenki narancsot ívott. A Bani meghívott, ugye én egy Megatest versenyző voltam, és egyben egy gitáros vagyok, az Ektomorf zenekarnak a gitáros, a Hagy Ábris. És Bani meghívott, hogy menjünk el motorozni, nekem is volt annó egy motorom, egy gitárerősítő eladtam tavaly, szóval most nincsen, de adott egyet talán Bani, és lejöttünk motorozni. És hát ugye útközben megálltunk egy benzinkúton, szokásos körre kávé, villáskulcs, és hát találkoztunk az Omen énekesével, Stulával, és eljöttünk ide, a szülővárosához, ahol 20 évig volt tűzoltó, ő épített itt egy edzőtermet. És most ezt néztük meg. És ilyen kicsi a világ, hogy hozzáteszem, hogy nyilván én ismerem az Oment is, és a énekest is, Tulát is, de hogy soha életemben nem találkoztam vele, és most itt találkoztam, egy kis benzinkúton. És ez Bani segítségével, igazából. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy hajrá, élek Tomorf! Na, de mi a lényeg, hogy lejöttél most, amit mondtál, bableves főzni? Nem bableves, nem az, tehát hogy nekem most született a kisfiam 3 nappal ezelőtt, és hazahoztam a családot. Lejöttem ide Vámos Mikolára, ahol én itt nevelkedtem, itt éltem. Itt van csak benzinkút, amúgy 10 km innen lakom, és a családnak akarok csinálni egy jó levest, vagy hústevest, és akkor megveszem hozzá a cuccokat, de motorra jöttem, mert szép idő van. És erre találkozom. És erre találkozok veletek. Az Ektomorf gitárosával. Igen. Ráadásul nem is ismertek egyébként egymást. Hát te megismertél. Most már meg. Fölsődről egy megismertelek, hogy mondom, ez egy Ektomorfos csávos, nem gondoltam, hogy a zenekarban benne is van. Na hát azt meséld is el, hogy te tűzoltó voltál. És igen, hát tavaly nyárig, tehát 22 és fél évig. Hoppá, azért. Itt van még a nevem, meg itt van az utcaim. Hát, hogy büszke vagyok rá, szerettem, nagyon jó kis közösség volt. Igazából az élet, meg család, 2 gyerek. Úgy döntöttem, hogy vállalkozásba kezdek, szóval festő vagyok. Szeretem azt is csinálni, ezt is szerettem. És ami a legdurvább, hogy ismered a Rigó Ricsit, aki itt van a hegynek a túloldalán. Igen. Nem, és 50 kilométer Ricsek. Igen. Össze. Na gyertek. Ő ott volt szerpasdunk. Uh-huh. És akkor itt van bent a tűzoltóság épületében a terem. Uh-huh. Hello. Hello. Nem zavarom, bocsi. Ez egy hozzábővítés volt itt a tűzoltóság oldalához. Úgymond az 2002-ben bővült így hozzá. Alatta egy nagy garázs van, és akkor ez akkor nekünk ilyen hálóhelység volt, de aztán itt kibontottunk egy falat,
itt volt egy iroda, jegybe bontottuk, úgymond az egészet, és akkor teleraktuk gépekkel, hogyha tűzoltók is itt tök jó fel tudnak készülni, szinten tudják tartani magukat, meg mindenkit várunk szeretettel, aki szeretné nyomatni egy kicsit. És nem én, a tűzoltóság várja őket szeretettel. Járnak sokan, én szerintem körülbelül egy olyan 30 fiatal jár ide, 20-30 fiatal. Ezek 1000 éves DITEC gépek, még az egyik első gépgyártó volt Magyarországon, Kozma Zoli volt a reklámarca a DITEC-nek annak idején, és itt ezek a gépek, a nagy része most valamelyiken látok egy kis kopás, de hát most ez a Smith gép, vagy ott a látológép, hát olyan, mintha ilyen gyári új lenne, tehát mintha meg lett volna egy zsírba konzerválva, vagy vitrínbe őrizve, hihetetlen amúgy. Nem gondoltam volna, hogy itt van Szent Benzinkút is, meg még van egy baromi jó edzőterem is. A 2022-es Megatesten vettem részt. Az alap sztori az volt, hogy igazából már az előző évben a 21-es Megatesznél gondolkoztam, hogy indulok. Csak a haverok, egy haver indult, akkor még nem éreztem azt, hogy igazán már akkor kerültem be egyébként a zenekarba, és akkor még nem elég volt az nyűgnek, úgymond. Nem nyűg nyilván, de volt vele munka, és nem akartam pluszba ezt. 22-re úgy éreztem, hogy miért ne. Akkor egy közelebbi barátom is indult, és végeredményben ketten mentünk. Igazából csak jót tudok elmondani, mert nyilván egy pluszt adott az edzésben. Kicsit már be voltam úgymond fásulva, 10 éve edzek. De volt egy német koncert, egy háromnapos repülőúttal. Nyilván ilyenkor nem nagyon edzettem, és nem is nagyon figyeltem a kajára. Amennyire lehetett, figyeltem rá, de nyilván ez valamennyire hátráltatott, visszavett. Lényegében nem változott semmi, csak az az egy, hogy volt egyfajta plusz motiváció arra, hogy teljesítsek. Ez az első két fordulóra elég jól ment, ez a harmadik forduló volt egy kicsit nehezebb, ott lényegében ott estem ki. Hát nyilván onnan már fejlődni úgy, hogy előtte 10 évig edzettem, azért az nem egyszerű, és alapvetően magam készítettem, tehát nem volt külön edző, aki megmondja, hogy mit, saját tapasztalatból. Például érdekességképp elmondanám, hogy itt van Balázs, az egyetlen fradi boxoló, aki azt hiszem, hogy nem csak országos, talán Európa bajnok is volt a súlycsoportjában. Ő szokott itt edzeni, és ő is Vámos Mikola is rác. Párbadi, 2022. Volt egy kis extra műsor. Ami eddig még talán nem volt Superbody, sőt biztos, hogy nem. Volt egy gitárszólóm. Ez úgy alakult ki, hogy ugye meg a teszt után valamennyire tartottuk a kapcsolatot Bunnyval. Még a turné alatt, ja, pont turnéztunk. Akkor kezdtünk el beszélgetni, és mondta, hogy van egy ötlete. Hát gondoltam rá, hogy valami hasonló lehet, és akkor jött a üzenet, hogy miért ne lehetne egy gitárszóló Superbody-ra. Mondtam, simán benne vagyok, gond nélkül. Fölmentem, hogy én Békés Csabai vagyok, Békés Csabáról. Gitár erősítő gitár, aztán majd lesz, ami lesz alapon. Aztán lett, ami lett. Szerintem vállalható volt.